Dobro večer. Dobro večer, jó estét. Köszöntjük Önöket a mai főzőtanfolyamon. Pozdravljamo vas večerasnak seminar rukovanja. Megígértem Vladonak, hogy ezt a belgrádi kötényt fogom használni. Ja sam obećao Vladi da ću koristiti ovu kecilju što sam koristio u Beogradu. Betartottam itt látható képen, hogy használtam. Ovde na slici možete videti da je koristim. Azóta sokat főztem ebbe a kötényben. Jako puno puta sam kuvao u toj kecilji što sam dobio na poklon. Jemni Beogradu. Znači, to je jedna uspomena iz Beograda. Egy idézete kezdenék Rossinitől. Počeo bih sa jednim citatom od Rossinija. To je bio jedan vrsta muzičar. A gyomor a legnagyobb karmester. On je rekao da je stomak najbolji dirigent. És ez valóban így van, hogy szinte uralkodik rajtunk. I to je zaista tako i u životu, on vlada nad nama. Még amikor nagyon betegek vagyunk, kada smo jako bolesni, akkor is nagyon nehezen döntünk abban, hogy változtassunk az életmódunkon. I onda teško donosimo odluku da promenimo svoj stil života. Egy alkalommal egyik rokonom beteg lett. Jednom prilikom moj rođak je postao bolestan. Kapote i voštak bi je daganatat. Dobio je jedan rak na debelom crevu. Emetnuk a feleségem, ali segítsünk neki. Otišao sam sa suprugom da mu pomognemo. Iš nojim nezen akart ráni arra, hogy változtasson. I jako je teško pristao da menja. Mondtuk, igyon leveket. Rekli smo mu da pije sokove. Több zöldsége, gyümölcse. Više povrća, voća. Úgy igyekezett betartani a dolgokat. On se trudio da sve to održi, što smo mu rekli. De igazán nem változtatott. Ali u stvari zaista nije ništa promenio. A nagynéném volt, tehát közel állt hozzám. Znači, to je bila moja tetka, ona je bila meni bliska. Aztán elment egy újabb kontrolvizsgálatra. Otišla je na jednu kontrolu novu. És a professzor azt mondta, hogy Marika, most már mértékel mindent lehet. I nju je lekar rekao, sada već možete sve sa umereno da koristite. Komolyan vette a mértékel mindent lehet. I ona je to baš bukvalno tako shvatila, da umereno može sve da koristi. Innete fogva mindent akar tenni. I od tog trenutka ona je htjela sve da jede. És mondtam, hogy nem lesz ez így jó, hogyha te gyomrod uralkodik feletted, és te akarsz választani. Znači, ja sam joj rekao da to nije dobro, da tvoj stomak diriguje tempo. Aztán este meglátogattuk őt. Jedno večer smo je posjetili. Akkor már kapott kemoterápiát. Onda je već dobijala hemoterapiju. És látom, hogy olajban sült hasárburgonyát fogyaszt. Znači, ona je jela, znači, krompir pečen u ulju. Rántott mája. Znači, i pohovanu džigericu je jela. És ecetes uborkával. I krastavac u sircetu. Ekkor túl volt már egy vastagbélt műtéten. Znači, ona je prošla već jednu operáciju debelog creva. Túl volt egy májrákon. Znači, imala je već rak na jetri. És még mindig a gyomra azt mondta, hogy én ezt kérem. I još uvek je želudac diktirao šta želi da jede. Mondta nekem, tudod, most egy kicsit bűnözök. I rekla je, ja ću sada malo da zgrešim. Holnap szenvednem kell a kemoterapián. A sutra ću se i onako mučiti na hemoterapiji. És mondtam, ha te így gondolod, akkor én nem tudok segíteni. I ja sam joj odgovorio, ako ti tako misliš, ja ti ne mogu pomoći. És mondtam a családnak, hogy 6-7 hónap van hátra. Ja sam porodici rekao, ona ima još 6-7 nedelja. És amikor 53 éves volt, akkor el is temettük. Znači, kad je to vrijeme prošlo, mi smo je i sahranili. Nem tudod változtati, nem tudod dönteni. Nije znala doneti odluku, nije znala da menja svoj stil života. A gyomor a legnagyobb karmester. Znači, stomak je najveći dirigent. Aki a gyomra fölött tud uralkodni. Ko može da vlada nad svojim stomakom i želucem. A se tud magán is uralkodni. On može da vlada i nad sobom. Aki ebben mértéktelen. Ko je neumeren u ovome. Az igazán nagyon nehezen tud változtatni. On teško može da menja. Ma, amikor délelőtt a rákról beszéltem. Danas prepodne, kada sam govorio o raku. Most a főzőtanfolyamon próbálunk olyan ételeket bemutatni. I sada ćemo na ovom seminaru kuvanja pokušati prikazati takva jela. Amiben minél több nyers van. Da ima što više svežih, sirovih namirnica. Hiszen azt tanultuk, hogy a nyersek a legjobbak a mi számunkra. I smo učili da je ono što je sirovo najbolje za nas. Megpróbálunk ennek a karmesternek mást adni a gyomornak. Znači, našem želucu ćemo dati nešto sasvim drugo. És készítünk sok salátát, leveket. Pravit ćemo puno salata, puno sokova. Most először egy szósz fogunk készíteni, hogy majd fel fogunk használni később egy salátához. Sad ćemo prvo napraviti jedan szósz, koji ćemo kasnije upotrebiti na jednoj salati. Ez egy cashew dió tejföl lesz. To će biti jedna pavlaka od indijskih oraha. Ako megkérem feleségemet, hogy kezdjük el készíteni majd. Sad ćeš zamoliti suprugu da počne sa pripremama. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Ja vas sve puno srdačno pozdravljam.
Az első kérdésem az lenne, hogy emelje föl az a kezét, aki szeret főzni. Prvo pitanje bi bilo, ko voli od vas da kuva? Férfiak is felemelhetik. Znači i muški deo publike može da podigne ruku. Ko voli da sprema nešto u kuhinji, može slobodno da se javi. Ako neko voli da kuva, voli će i ovu kuhinju. Ja bih voljela mnogo toga iz našeg praktičnog života da vam prenesem. Šta je nama ovakav način ishrane doneo? Čak onjit bevezetu kipen, hoj 16 eva lezelut. Samo za uvod da kažem, pre 16 godina, amikor ez az üzenet Magyarországra érkezett, kada je ova poruka došla u Mađarsku, akkor az első között voltunk azok, akik megvalósítottuk ezt az életmódot. Mi smo bili među prvima koji su prihvatili i ostvarili ovakav način života. A legnagyobb meglepetésünk viszont az volt, naše najveće iznenađenje međutim bilo, hogy ugyan nagyon sok problémából kigyógyultunk. Mi smo se izcelili iz mnogih problema. De a fogaink nem romlottak tovább. Ali naši zubi se nisu kvarili dalje. Gyakorlatilag ez azt jelenti, praktično to znači, hogy 16 éve nem voltunk kod orvosa. Da mi 16 godina nismo bili kod zubara. De, ali, 30 éves koromig, do svoje 30. godine, szinte minden fogam elromlott. Znači, svaki zub mi se već pokvario. De azóta nem kellett mennem. Ali posle, kada smo promijenili svoj način ishrane, više nismo morali ići. Zato što se kvarenje zuba zaustavilo. Zašto spominjem zube? Kao što je moj muž rekao u uvodu, spremat ćemo sirovu hranu. Prva stvar, kada neko počinje ovakav način kuvanja, trebaju nam dobri zubi. Ako želimo da budemo zdravi, da koristimo mnogo sirove hrane, moramo to dobro da sažvačemo. Ali ja vam obećavam, kada krenete ovim putem, ako imate zube, oni se neće dalje kvariti. Ja sam imao malo bolje zube, meni se još ni toliko nisu kvarili. Znači, meni fale samo dva zuba. Kada sam imao 35 godina, ja sam imao dva mlečna zuba, samo mi ta dva zuba fale. Ne imam, znači, ni jednu plombu u zubu. Na ovaj način se može zaustaviti kvarenje zuba. Prvo jelo koje bi voljeli da vam prikažemo, to će biti jedna biljna pavlaka. I ta pavlaka će biti od indijskog oraha. Nama je jako falilo kada smo počeli praktikovati ovakav način ishrane, da nismo imali pavlaku. Godinama kasnije smo dobili ovaj recept, i zato vrlo rado želimo da podelimo sa vama ovaj recept, zato što ovaj recept potpuno menja pavlak, klasičnu pavlaku. I u potpunosti ćemo vam prikazati kako ovaj recept izgleda. Gyakorlatilag az alapanyaga a cashew dió. Znači, osnova ovog recepta je indijski orah. Nem tudom, mennyire ismert a cashew dió. Ne znam koliko poznajete indijski orah. Legyenek kedvesek körbeadni. Možete dati, proslediti i pogledati. Azért fontos ez a magféle, ez a dióféle, ugye ez is egy dió. Ovaj indijski orah je zato veoma važan. Mert nincs mellék íze. Zato što nema neki sporedni ukus. Nem úgy, mint például egy diónak vagy egy napraforgónak. Ne kao što to ima orah, na primjer, ili suncokret. Ez teljesen semleges ízvilág. To je znači potpuno jedan neutralan svet. És ez abszolút alkalmas arra, hogy majonézt és tejfölt készítsünk belőle. I jako je pogodan da se pravi majonez ili pavlaka.
És akár még tejfélét is készíthetünk. Znači, može se i praviti mlijeko od njega. A mostani alkalommal ovom prilikom a tejföld készítjük el. Pripremat ćemo pavlaku. Ki lesz majd a tepítve az összetétele. Znači, vidjet ćemo tu iza nas sastav. Onda le lehet majd írni. Znači, moćete prepisati. Kaj hozzá egy olyan turmix gép, aki esetleg még nem rendelkezne vele. Znači, potrebno je za ovaj recept jedan blend, takav blender. Hogy olyan erős legyen a gép. Da bude tako jak taj blender. Hogy ez teljesen sima állagúvá turmix szólja el. Da može tako da ga usitni, da bude onako homogena smesa. Ez körülbelül annyit jelent, hogy minimum 450 wattos legyen a gép teljesítmény. Znači minimum mora biti 450 watt jačine. Ezt a mennyiséget, amit itt látnak, tehát belehelyezzük a gépbe. Znači ovu količinu koju vidite stavili smo ovde u blender. Annyi vizet öntünk rá. Toliko vode dodajemo. Hogy éppen ellepje. Čisto da ta voda, znači, pokrije ovu količinu indijskog oraha. Jednu šolju. Jednu šolju, jednu veću. Jedna šolja, jedna čaša. Znači, 2 decilitra i ovo puno do vrha napunimo. Posle dodajemo jedan mali komadić luka, znači crni luk dodajemo, znači jedno pače, znači može biti druga vrsta luka, ali dobar je i ovaj. Znači ovaj luk, znači bijeli, ovaj crni luk ne daje boju ovome, ovoj pavlaci. Znači dodajemo pola, znači kašičice soli. Znači pošto je pavlaka onako ima kiselkasti ukus. Znači dodajemo 2 male kašike soka od limuna. 2 male kašikice soka od limuna. Megadja a savanyú ízvilágot. Ovaj sok od limuna daje taj kiselkast ukus. És összesűríti a tejföld. I on u stvari pomaže da se ta pavlaka zgusne. Ennyi a recept. Toliko je recept. Most össze kell turmixolni. Sada ćemo ga izmešati. Ako to vidite, ako je ova smesa suviše gusta i ne može da se meša, može slobodno dodati još malo vode. I dotle treba da mešamo, dok ne dobije tu strukturu koju ima u stvari prava pavlaka. Znači, ovoliko je vremena potrebno da se pripremi. I dobili smo jednu pavlaku. Ovaj recept može da se unapredi i može od njega da se napravi majonez.
későbbiekben be is mutatjuk önöknek, és el fogunk készíteni egy majonézes burgonya salátát. I sada ćemo to prikazati, napravit ćemo jednu salatu od krompira. Nagyon sok mindent használhatjuk ezt a kesődió tejfölt, vagy szószt, így is nevezhetjük. Ovu pavlaku možemo na mnogo načina da upotrebimo. Tehetjük pizza tetejére. Možemo staviti na pizzu. Készítettünk egy turós tésztára, akár persze tofuból készítjük a turót hozzá. Znači možemo napraviti testo sa tofuom, sa sirom i dodati malo pavlake. Možemo na lazanje da dodamo. Egy meleg szendvics tetejére rátesszük. Na vrući szendvics. Akár még ételeknek a sűrítésére is nagyon jó, egy főzeléket vagy egy leveshez lehet dúsítani. I možemo s ovom smesom da dobijemo da zgusnemo jela da bude u stvari kao neka zapraška. Nagyon jó tudjuk használni. Ja, na mnogo načina možemo da upotrebimo. A feleségem elkezdi készíteni belőle. Znači moja supruga je počela već da priprema. A hagymás burgonya salátát. Znači to će biti salata od krompira i luka. Most előre a burgonyát már megfőztük. Krompir je unapred već skuvan. Tudjunk haladni. Da možemo napredovati. Nagyon finom, amikor spagettit készítünk otthon, akkor arra is nagyon jó ez a kesudió szósz. I kada spremamo špagete kod svoje kuće, ova pavlaka od indijskih oraka je jako fina. Jó, amíg készül a salátánk, addig kicsit még, ugye délőtt beszéltem róla, hogy mennyire fontosak a zöldségfélék, a paradicsom. Kiemlékszik, mi van a paradicsomban? Prijepodne smo govorili koliko je važno povrće, da li se neko seća šta je to dobro u paradajzu? Likopen, nagyon jó. Tehát likopen van benne. Nagyon fontos az, hogy mi sok ilyet fogyasztunk, sok videoanyaggal teli alapanyagot. Znači, važno je da koristimo takve namirnice u koje ima materije koje ne štite od bolesti. Akkor, amikor valaki beteg. Kada je već neko bolestan. Nagyon fontos, hogy minél több nyerset fogyasztunk. Znači, važno je da ta osoba koristi što više sirove hrane. Amikor nem vagyunk betegek, kada nismo bolesni, akkor is igyekszünk, hogy legalább az ételnek a 30%-a nyers legyen. I onda treba da se trudimo da 30% našeg obroka bude sirovo, možda i više. Rettető sok előnye van a nyers étkezésnek. Znači, sirova hrana ima jako puno prednosti. A mai kornak pont ez a tragédiája. Tragédia današnjeg vremena jeste. Kimegyünk a városba, bemegyünk egy nagy boltba. De izađemo u grad i odemo u jednu veliku prodavnicu. Tele van élelmiszerekkel. Ima puno namirnica tamo. Az emberek megveszik a készételeket, a félkészételeket. I ljudi kupuju, znači, polugotove i gotove proizvode. Megeszik, de meggyúrmul, megéheznek újra. Znači, oni ga pojedu te proizvode, ali posle nekog vremena oni su gladni. Nincs valódi tápanyag az élelmiszerekben. Zato što nema hranjivih sastojaka u toj hrani. Nincs ebben a vitaminok. Növényi védőanyagok, nincs benne antioxidánsok. Nema vitamina, nema tih materije koje nas štite, nema antioxidanasa. Ezért állandóan éhesek, és állandóan enni akarnak. Zato osobe, takve osobe stalno su gladni, stalno bi da jedu. Amikor nyers ételeket fogyasztunk, akkor ezek nem így vannak. Magas energiatartalom van. Kada koristimo sirovu hranu, to je sasvim drugačije, ima veliku količinu energije u sebi. Vitaminbőség, enzimbőség. Puno enzima dobijemo, puno vitamina. Azt mondtam, hogy a zöldségek, gyümölcsök tele vannak rostokkal. Znači, spomenuli smo da je voće i povrće puno bijnih vlakana. Ugyanúgy van fehérje is. Ima puno belančevina u povrću. Nem kell attól félnünk, hogy majd kevés lesz a fehérje bevitelünk, hogyha nem eszünk húst. Ne moramo se bojati da ćemo uneti manje belančevina ako ne jedemo mesa. Említettem a káposztáról is, hogy gyulladásgátló hatása van. Spomenuo sam već i da kupus ima da ima antiupalno dejstvo. Doneli smo dve vrste kupusa. Ezek mind nagyon jók a mi számunkra. I to su, oni su jako dobri za nas. Van egy antibiotikus hatása is, például a fokhagymának, a vöröshagymának. Znači ima antibiotičko dejstvo, naprimer beli luk. Oni nas štite. Lugos hatások is van. Oni stvaraju baznu sredinu u našem organizmu. Az összes zöldségféle az mind lugos hatású. Znači svo povrće ima baznu svojstvo. Znači ona stvara baznu sredinu u našem telu. Znači od ovoga sve možemo da jedemo. Ez nagyon fontos a mi számunkra. I to je jako važno za nas. Kada folytassuk tovább akkor. Sad ćemo nastaviti sa receptom. Ja, most elkészítjük a majonézt, ugye eddig meg volt a tejfölünk. Sad ćemo nastaviti, napravit ćemo majonez, znači do sad smo napravili pavlaku. A majonéz annyival több. Znači majonéz se razlikuje u tome. Hogy tejport teszek hozzá. Da ćemo dodati biljno mlijeko u prahu. Ami ebben a kis edénykében van. Ovo što je tu u ovoj posudi. Az kukurica tejport. Tu je, znači, mlijeko u prahu od kukuruza. Tehát
ez is növényi eredet. Znaczy to je biljnog porekla. Ettől lesz a majonézünk, a tejfölünk. Od toga će pavlaka da bude. Majonéz állagú. Znaczy kao... És egy picit édeskésebb ízű. Kao struktúra će dobiti majonéza i bit će možda malo slađeg ukusa. Négy kanálnyi mennyiséget teszek bele. Dodajem 4 kašike ovo kukuruznog mlijeka u prahu. Kašikice. Ova kašika ove veličine. Znači, to je jedna kašika za supu otprilike. I pošto znam da će se to zgusnuti još, zato dodajem još malo vode. I sada možemo... Znači, sada to možemo sve da izmešamo, ali još dodajemo malo ulja. Znači, to je hladno ceđeno maslinovo ulje. Znači, jedna kašika se dodaje. Supena kašika. Sada ćemo ponovo pomešati. Sad ćemo ponovo pomešati da bi dobilo svoju strukturu. Ja sam pripremila krompir. Znači, to je kuvan krompir koji je isečen. Znači, dodala sam luk koji je unapred isečen i posoljen. Ako želite zaista nešto fino da pripremite od ovoj... Od ovog krompira, nažalost, mi nismo imali vremena to da pripremimo. Znači, ja pripremam jedan sok koji se sastoji od limuna i meda. Ja to sipam, znači, na krompir i na crni luk. I na jednu čitavu noć držim u frižideru. Znači, ovaj sok od meda i limuna, on, znači, prožme se taj ukus kroz krompir. I kada izvadim ovu smesu iz frižidera, znači krompir je upio ovu tečnost, a ona tečnost što izostane, možda to se sipa. I onda dodajem tek majonez. Toliko majoneza treba dodati da potpuno pokrije ovaj krompir. Meg is mutatom önöknek. I sada ću vam i pokazati. Tehát ráöntjük. Sipamo. Te teljesen lepje el. Znači, da potpunosti pokrije ovaj krompir. És gyakorlatilag, így mutatom önöknek, mindent majd a végén meg lehet majd kóstolni is a vacsora előtt alkalmával. Znači, to si se sve moći probati za vreme večere. És akkor meg is lehet tekinteni, hogy hogy néz. Onda ćete moći da pogledate kako izgleda. Közben, mivel feleségem említette, hogy kicsit lesorozta a hagymát. Moja supruga je malo prespomenula da je posolila crni luk unapred. Említettem az eladásban, hogy japánoknál milyen probléma, hogy sok ecetes füstölt, mert sós dolgot fogyasztanak. Ja sam na predavanju već spomenuo da japanci koriste mnogo puno slane hrane, hrane sa sirčitom i dimljene hrane. Igyekszünk elkerülni minden ecetes dolgot. Mi izbegavamo svu hranu koja sadrži sirće. Amikor ételeket készítünk, kada pripremamo hranu, akkor, hogyha szeretnék egy nagyon finom savanyúságot készíteni magunknak, kada bi voleli spremiti nešto što ima kiseli ukus, felvágom karikára a vörös hagymát, ja isečem, znači na kriške, znači taj crni luk, kicsit megsózom, malo posolim, friss citromok a levét facsorok rá, stavim malo soka od limuna, sveže cedjenog, és hagyom állni egy 10 percig, és már is kész a finom salátán. I znači ostavim da stoji 10 minuta i već je gotova ta fina salata. Ha nagyobb adagot készítek belőle, eltettem a hűtőbe is. Znači, ako spremim veću količinu, to može da stoji u frižideru.
És nem fogok meg. Znaczy nie cię się pokvariti. A citrom ugyanúgy eltartósítja, mint az ecet. Znaczy i limon ima tu konzervišuću moć kao što to ima na primjer sirće. Ha télre rakunk el savanyúságokat. Kada mi spremamo zimnicu, znači za zimu, akkor azt kizárólag citrommal teszünk. Znaczy sve što pravimo, znači stavljamo sa limunom. És ha szeretnénk, hogy egy picit édesebb legyen. I ako želimo da to bude malo slađeg ukusa. Akkor teszünk hozzá mézet. Onda dodajemo med. És a citrom úgy eltartósítja. Znači limun ima tako svojstvo da očuva hranu. Hogy semmi egyéb tartósítószert nem kell hozzátenni. Da ne treba dodavati nikakav konzervans. Otthon van olyan uborkám, hogy eltett feleségem. Kući imamo takvih krastavaca koje je moja supruga pripremila, koje smo već prije 3 godine pripremili. Znači ništa im ne fali, još uvek su tako hrskavi. Još jedna interesantna stvar što se tiče krastavaca. Znači mi stavljamo te male kornišone, krastavce, i ostanu hrskavi. Znači ne omekšaju, nego ostaju hrskavi. Nagyon finom arra. Most szeretnék megmutatni egy salátát, amit igen szeretünk, és ebben az idényben nagyon sokat lehet belőle fogyasztani, hiszen egy idény zöldség, féle ugye a paradicsom. Sad ćemo vam prikazati jednu omiljenu salatu, koja se pravi od svežeg sezonskog povrća, a to je od paradajza. Fontos az, hogy amit fogyasztunk, az legyen a gyógyszerünk is. Znači, važno je da ono što koristimo, da to bude i naš lek. Van egy idézete Mark Twain-től, a híres írótól. Imam jedan citat od jednog poznatog pisca Marka Twena. Idem kod elmegyek az orvoshoz. On kaže, ja povremeno odem kod doktora. Megvizsgáltatom vele magam. Odem na pregled. Mert az orvos is élni akar. Zato što i lekar želi od nečega da živi. Aztán elmegyek a gyógyszertárba. Zatim odem u apoteku. Kiváltom az orvosságot. Podignem lek. Mert a patikus is élni akar. Zato što i taj apotekar treba da živi od nečeg. Aztán gyógyszert a csatornába dobom. Zatim bacim taj lek u kanalizáciju. Mert én is élni akar. Zato što i ja želim da živim. Kicsit humoros, de van benne igazság. To je malo puno humora, ali to je životna istina. Természetesen ezt nem azt jelenti, hogy holnap el kell dobni minden gyógyszert. To ne znači da sutra treba da pobacamo sve naše lekove. De meg kell fontolni azt, hogy meddig szedjek gyógyszereket. Ali treba dobro da razmislimo dokle ću piti lekove. Ali i koliko. Beszélek a magas vérnyomásról, elmondom, hogy meddig szedjük a gyógyszert erre a betegségre. Kada budem pričao o visokom krvnom pritisku, reći ću vam savjet dokle treba koristiti lekove za pritisak. Sokkal jobb, hogyha a mi ételeink gyógyítanak bennünket. Mnogo je bolje i lakše kada naša hrana leči nas. Minden ételünk az legyen saláta. Svaki naš obrok neka bude salata. Neko sveže sirovo povrće. Danas smo dobili salatu od kupusa. I uvek treba tako da počnemo naš obrok, da počnemo sa salatom. Zato što salata u našem želucu stvara takve enzime koje potpomažu varenje. Kada je tamo naša hrana na stolu. Tanjiro, mindig legyen ott a saláta. Neka tamo bude i salata. Minél több. I što više salate. Még olyan embert nem láttam, aki elhízott volna sok salátától. Nisam vidio još nijednog takvog čovjeka koji se ugojio od salate. Tehát fontos az, hogy jedjük ott a salátát. Jako je važno da jedemo salatu. Nézzük a kedvenc salátama. I sada ćemo pogledati moj omiljeni recept. Nagyon egyszerű. Jako je jednostavna. Salata, i sam im puntam, hogy a paradicsom lesz az alapanyag hozzá. Znači, osnova ovog recepta je paradajz. Egyszerűen megmosjuk a paradicsomot, és szeletekre vágjuk. Félbe vágjuk először, aztán szeletekre vágjuk. Znači, dobro peremo. Ilyen szeleteket készítünk belőle. Dobro peremo paradajz, i sjećemo ga na kriške, otprilike ove debljine. Kérdezték tőlem, hogy nem húzom ele a héját. Mene su pitali, da li skidam kožicu na paradajzu. Én azért nem húztam le, mert nagyon jól tudom, hogy a héj alatt, meg a héj maga a rost. Znači, sama koža je znači puna vlakana. Ami nagyon fontos ugye az emésztés során. Koje su jako važni prilikom varenja. És alatta a héj alatt nagyon fontos olyan anyagokat távolítanánk el, amit levágnék késsel, ami nagyon fontos, hiszen a héj alá összpontosulnak ezek a nagyon fontos anyagok, amit a nap beérlel. Znači, sve hranjive materije koje sunce potpomaže da se stvore, one se nalaze ispod kože paradajza i zato nije preporučljivo odstraniti. De természetesen, aki nem tudja emészteni, vagy nagyon nehéz neki az emésztés. Naravno, onaj koji ima problema sa varenjem zbog ovoga, može... Azt tegye meg.
slobodno može da ukloni. És természetesen ezt a salátát ezt a szezonban készítjük, és nem télen majd. Znači, ovu salátu spremamo kada je letnja sezona, a ne zimi. Minden évszaknak megvannak a maga salátái. Znači, svaka godišnje doba ima svoju salátu. Nyáron esztük a finom paricsom salátákat, uborka salátákat. Leti jedemo, znači, salátu od paradajza i krastavaca. Télen majd jön a lilahagyma saláta, a cikla saláta, a sárgarépa saláta. Znači, zimi dolazi saláta od cvekle, šargarepe, od kupusa. Mindent akkor együnk, amikor szezonja van. Sve treba onda da jedemo kada je sezona. Tehát a következő képen tudjuk elkészíteni, tehát megvan a paradicsom. Znači, ovo možemo tako napraviti, znači imamo već paradajz pripremljen. Paradicsomot ráhelyezzük tányérra. Stavljamo paradajz ovde na tanjir. És utána posle toga az előre lesózott hagymával, a vörös hagymával. Znači, stavljamo crni luk koji je unapred već bio posoljen. Egy picit összekeverjük. Malo ga pomešamo. És kijöntöttem ebbe a kis csészébe a cashew dió tejföldből. Znači, stavljamo pavlak od indijskog oraha koji smo malo pre napravili. Tehát, amikor együtt van a hagyma és a paradicsom. Kada je već zajedno, znači, paradajz i crni luk. Akkor csak szépen körbe leöntjük a tejföld. Znači, samo ga prelijemo sa pavlakom. I da bude to lepo aranžirano. Ukrasimo sa listovima zelene salate. I odmah možemo da serviramo. Uvek mislimo na to. Kada sprovodimo reformu u našoj kuhinji, to nije jako laka stvar. Ljudi jako teško prihvataju reformu. Da mi potom na čelada sretnim bevezetnim. I što bi mi voljeli da sprovedemo u porodici. Ali nije dođo juoki. Da to treba dobro da izgleda da bude privlačno. Nešto ne bi da te disi tišta. Nemojmo žaliti vreme da to lepo ukrasimo. Jo ne znam ki finom leđen. Da bude, da lepo izgleda, da bude dobrog ukusa. I šo ne leđen kince da mašikem bez samara. Da to ne bude nešto, neki teret za drugu osobu koja to jede. Šo finom? Ako je fino. Još valastratu alternativa, ako je fogja valastni leke zarabi. Znači, ako to postoji kao alternativa koju možemo izabrati, sljedeći put će isto tražiti to da jede. Uđenesto kešibiju sos, ratetju keć par od brokoli reš. Ovaj sos od indijskog oraha možemo dodati na obareni, znači, brokoli. Znači, na pari pripremimo brokoli. Kešu dio sosa, njako nintjuk. Znači, dodamo tu pavlaku od indijskih oraha. Vanjamo finom etale, etale, etale zbelule. Znači, to će biti jedno jelo koje možemo tako da potrošimo. Eći borna dižama, teješen, teješen irteku. Znači, kada dodamo smeđi pirinač, kuvani smeđi pirinač, to će biti zaista... Amikor volate, no im djenga djomra. Znači, ako neko ima slab želudac, med beteg, zato što je bolestan, ešetak tu nam je antibiotikuš kezelešen. Znači, možda je prošao kroz jednu terapiju antibioticima. Jedeme što nešto borna da ćete fođastani. Onda je zaista potrebno koristiti stro više integralnog pirinča. Koga ma borna ništa, borna ti gdje nešto. Znači, integralni pirinač. A mi rojtevo na korpa ki vjeru. Znači, tu je ta ljuska, znači ima tu ljusku na sebi još. Nek možda meš, ötceroš menšeg vizbe felte sem fjerni. Znači, dobro ga operem, stavim ga u 5 puta više vode. Iš noljom kići langon. I na tihoj vatri. Nagyon hosszú ideig fogom főzni. Dugo vremena ga kuvam. Egész addig még egy nyákot nem képez. Znači, dok se ne stvori neka sluz. Ez egy gyógyító étel. Znači, to je jedan lék, lekovita hrana. A beteg vagy gyomorra, a nyákot meg tud mitatni a beteggel. Znači, ako neko ima problema sa želucem, tu sluz bolesnik može da popije. Úgy tűnik, mintha szétfőzni a marist. To tako izgleda, da se pirinač već raskuva. De a beteg vagy gyomor, ott erre van szükség. Ali bolesnik ima potrebu za time. Tehát egykor egy kis bandanis, egy kis párolj brokkoli kesudióval, és teljesen teljes értékű ételt kapunk. Znači, integrálni pirinač, znači, koji se dugo kuva, zatim brokkoli preliven sa ovom pavlakom od indijskih oraha. A következő ételünk, sljedeća hrana koju ćemo pripremati, egy uborka saláta lesz, szintén sezonban vagyunk. Znači, to je još uvek sezona, znači, to je krastavac. És a következő képen készítem el, biztos, hogy önöknek is megvan a módszere az uborka saláta készítésére. Verovatno svi vi imate način kako pripremate salatu od krastavaca. Én a következő képen készítem el. Ja ga pripremam na sljedeći način. Hát szintén
Znači, ova kora je još uvijek tu. Zato što to bio zaista jedan mlad krastavac. Znači, prepolovili smo ga pošto je bio malo veći i seckali smo ga na kriške. Znači, ovo ćemo staviti u ovu posudu da se može dobro izmešati. Znači, dodajemo pola male kašike soli. Znači, ovo dobro pomešamo. Majd amikor fog beszélni a magas vérnyomásról, elmondom, hogy mennyire kell odafigyelünk arra, hogy ne együnk túl sok sót. Kada ću govoriti o visokom krvnom pritisku, ja ću spomenuti da ne trebamo jesti previše soli. Ali to ne znači da ne treba da koristimo so. Da bi hrana bila ukusna, potrebno je dodati so. Ali treba da obratimo pažnju u kojoj meri će to da bude. Kada smo pomešali krastavac i so, možemo ostaviti malo da stoji. Čuli smo već koliko beli luk ima antibiotičko dejstvo. Ili stavimo u presu za beli luk ili ga isečemo nožem. Sitno ga usitnimo. Znači, krastavac i bijeli luk ima jako harmoničan ukus zajedno. I to ćemo dobro, isto dobro pomešamo. Znači, zatim dodamo sok, sveže cedjeni sok od limuna. Znači, znači, na ovu meru idu dve male kašike soka od limuna. Znači, pomešamo. Na, kod nas u Mađarskoj ima takvih osoba koje vole slatku ovu salatu od krastavaca. Oni dodaju malo meda. I sa ovim medom također pomešamo ako dodajemo. I kada je gotovo, znači, i za ovo možemo da koristimo ovu pavlaku od indijskih oraha. Znači, najpraktičnije i najbolje bi bilo da služimo uz jogurt od soje. Tu nismo mogli, nažalost, da nabavimo. Ali možemo i ovu smesu da upotrebimo ako smo je već napravili. Természetesen ezt a tejfölt el lehet készíteni mogyoróból is. Ovu pavlaku možemo da napravimo i od lešnika. Napraforgomakból is. Od suncokreta. Tehát többféleképpen fel lehet használni. Na više načina može da se pripremi. Igen, csak soha ne felejtsék el, hogy a mogyorónak és a napraforgónak van egy ízvilága. Znači, nikad nemojmo zaboraviti da lešnik i suncokret ima poseban ukus. I taj ukus će postati dominantan. Ako neko ne voli taj dominantan ukus lešnika i suncokreta, onda daj nek pravi ovu pavlaku od indijskih oraha. Ako nekome to ne smeta, i od toga može da se napravi pavlaka. Megfigyeltük, hogy ha mi nem csak úgy kitesztük a zöldségfeget az asztalon, hanem salátát készítünk belőle. Mi ne samo da smo poređali ovde povrće, već smo spremili salatu. Az emberek szívesen fogják, és sokkal többet fogják megenni belőle. I ljudi obično kad vide da je ovako lepo aranžirano, onda lakše prihvate. Tehát ne sem elkoz időt egy jó saláta készítésére. Nikad nemojmo žaliti vreme da spremimo jednu dobru salatu. Mindig legyen vagy nyers saláta az ételnél. Uvek neka bude neka sirova salata, sveža salata. Vagy egy kis párolt zöldség legalább, de valami legyen. Ili neko povrće koje je kuvano na pari. A képeken azok az ételek vannak, ami otthon mi fogyasztunk. Znači, ovde na slikama možete vidjeti ta jela koje mi kući pravimo. Ezek a saját ételeink feleségem készít. Znači, to je znači, slika naših jela koje smo kući sebi kuvali. Vagy én vagyok fiam, aki szintén már főz. Ili ja, ili moj sin koji također počinje da kuva. Valamikor ő főzi az ebédet. Nekad on kuva ceo ručak. Az a legnagyobb tudomány, ha egy gyermek korán megtanulja a főzésnek a tudományát. To je veoma važno znanje da jedna mlada osoba nauči. Ez nagyon fontos az ő számára. To je jako važno.
Jön a következő salátánk. Dolazi sledeća saláta. A következő saláta az egy vegyes saláta lesz, és ezt azért szeretném önöknek megmutatni, mert van egy öntet, amit minden salátához lehet jól használni. Sad ćemo napraviti jednu mešovitu salatu sa jednim prilivom koji se može koristiti za više vrsta salata. Általában a vegyes salátáknak az alapja mindig valami leveles növény. Znači, osnova ovakvih mešanih salata je znači neka salata sa zelenim listovima. Ez egy gyönyörű tölgyfa levél saláta. Znači, to je ova vrsta salate koju sad vidimo. De használhatunk a kertünkből is salátát. Može biti to salata iz naše bašte. Jég salátát, az biztos, hogy soha nem keseredik meg. Znači, koje vrste god nađemo na pijaci. Vagy kínai kelkáposztát, ili kineska salata koju možemo nabaviti. De rakhatunk a salátára a spenótot is, és sóska levelet is. Znači, možemo dodati i spanaće, ako imamo kući. Rukola salátát, endivia salátát, nagyon sok znači, fajta van már. Rukolu, endiviu, znači, mnoge salate. Ezeket keverhetjük is. I sve možemo to da pomešamo. És az öntet készítésen kívül azért esett még erre a választásunk. Znači, pored ovog preliva koje ćemo pripremiti, zato smo izabrali ovu salatu. Mert el szeretném önöknek mondani azt is. Zato što vam želim reći još i to. Hogy soha ne próbáljanak egy salátán belül nagyon sok zöldséget felhasználni. Da u okviru jedne salate ne koristimo puno povrća. Egy salátához maximum, azt mondják, hogy három. Znači, uz jednu salatu, znači još tri vrste povrća. Legfeljem négy. Najviše četiri. Összetevő legyen egy. Znači, četiri sastojaka da bude ukupno. Egy kicsit kérdezném, hogy ma reggel a reggelinél. Hány fajta gyümölcs volt a reggelinél? Samo želim jedno pitanje da postavim, koliko vrsta voća je bilo za doručak? Három, ugye? Három. Tri. Nem véletlen. A to nije bilo slučajno. A szervezők tudják, hogy nem szabad túl sok fajta gyümölcsöt fogyasztani. Oni koji organizuju ovaj seminar znaju da ne treba previše vrsta voća pomešati. Akár zöldségből, akár gyümölcsből, znači, két-három fajta egyszerre. Znači, dve-tri vrste voća ili povrće zajedno. Aztán holnap jöttünk másik fajtát. Sutra možemo jesti drugu vrstu. Van egy barátnőm. Imam jednu prijateljicu. Akivel ugye nem régen ismerkedtem meg. S kojom sam se sad nedavno upoznala. Nagyon jó kapcsolatunk alakult. Ali imamo jedan jako korektan i dobar odnos. És amikor meglátta az életmódunkat. I kada je vidjela naš stil života. Arra kért, hogy én tanítsam meg őt főzni. Ona me je zamolila da je naučim da kuva. És mutassam be azt, hogy hogy élünk. I da joj prikažem kako mi to živimo. És mondtam neki, hogy nagyon jók a gyümölcsök, nagyon jók a zöldségfélék. Ja sam joj rekla, jako je dobro i voće, dobro je i povrće. De elfelejtettem neki azt mondani, hogy egy salátán belül ne tegyen mindent össze, egy salátában ne tegyen sok alapanyag. Ali sam zaboravila reći tu informaciju da ne stavi previše različitih vrsta u salatu. Ő összerakta a salátáját. Ona je napravila sebi salatu. 10 összetevőből. U 10 sastojaka je stavila. Amit találta konyhájába zöldségfélét. Sve što je našla povrće u svojem frižideru. Az mind belekerült. To je sve završilo u salati. Eltelik egy hét. Prošla je jedna nedelja. Azt mondja nekem. I ona meni kaže. Én valamit nem csinálok jól. Ja nešto ne radim dobro. Mondom, mit érzel? Zašto? Šta je problem? Azt mondja, én állandóan puffadok. Ja se stalno sam naduvana. Mondom, mitől leszel sok? Od čega jedeš puno? Hát azt mondja, én annyira megszerettem a zöldségféléket. Ja sam toliko zavolela povrće. Hogy én mindent összerakok, ami a konyhába van. Da ja sve što imam u kuhinji stavim u šepu. Én azt mondja, i sve to pojedem za jedan obrok. Akkor mondtam, hogy hú, ez így nem jó. I onda sam shvatila, ovo nije dobro. Ez nagyon sok. To je jako puno. Ez vissza kell venni négy összetevőre. Znači, to treba smanjiti na najviše četiri sastojaka. Od tog fogva megszűnt a problémák. Od tada su prestali ovi problemi. Hogy nem bufak többé. Znači, više nema naduvan stomak. Most megtanultam azt, hogy erre mindenkit figyelmeztessek. I zato sam naučila da treba svakoga da upozorim. Hogy ne úgy készítsék el, hogy minden belekerüljön. Da ne pripremaju tako hranu, da sve što imamo kući da stavimo unutra. De minden esetre egy leveles zöldség mindenképpen legyen benne. Znači, obavezno da bude listovi salate unutra. Nagyon fontos a klorofil miatt. Ovo zelena salata je važna zbog klorofila. Ami je zöld leblekben van. Znači, taj klorofil se nalazi u zelenim listovima. Tehát a klorofil miatt nagyon fontos.
utána rakhatunk hozzá mondjuk paradicsomot. Onda možemo dodati paradajz, na primjer. I akkor ez már a második összetevő. Znači, to je ovaj drugi sastojak u ovoj salati. Rakhatunk hozzá paprikát. Možemo dodati papriku. És ha már négyet mondtunk. Ako smo već rekli četiri. Hozták ide nekem a kukoricát. Doneli su meni kukuruz. Hadd kérdezzem, hogy mi a kukorica. Šta je kukuruz? Da vas pitam. Milyen zöldség családjába tartozik? U kakvu porodicu spada kukuruz? Gobunak, Filip. Gobunak. Köszönöm szépen, nagyon jó. Ez fontos. Hvala vam na odgovoru, dobar je odgovor. Zato što kukuruz nije povrće. Ez gobunak. Znači, to je jedna vrsta žitarice. Gobunak. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy egy zöldségféle, és hogy zöldségként is fogyasztják, pedig nem, ez gobunak. Znači, kukuruz je, znači, žitarica, nije povrće. Viszont salátába beletettük ezt is, mint összetevő. Ali zato možemo da ga dodamo u salatu kao sastojak. Jó, és már meg is van a négy összetevő. Već imamo ta četiri sastojka. És ígértem önöknek egy önnyeket, amit előre el lehet készíteni. Jedan priliv, koji se može i unapred spremiti. Én nekem egy kis üvegben van a hűtőszekrényemben. Ja, držim u jednoj maloj bočici u frižideru. Tehát nem muszáj mindig frisset készíteni belőle. Znači, ne moram uvek praviti sveže. Mert ez is citromlevet tartalmaz, tehát eltartósítható. Znači, ono sadrži limun i zato može duže da stoji. Körülbelül egy ilyen kisebb adaghoz. Za jednu malu porciju. Két darab fokhagymát. Uzmemo dva čena belog luka. Fokhagyma nyomóval összenyomunk. Znači, stisnemo kroz presu da bude sitan. Hozzáteszünk egy fél citromot. Dodamo pola limuna. Teszünk hozzá egy evőkanál olajat. Jednu kašiku, supenu kašiku hladno cedjenog maslinovog ulja. És teszünk hozzá sót. I malo soli. Beletesszük az üvegbe. Stavimo u tu bočicu. Bezárjuk a tetejét. Stavimo poklopac. Picit összerázunk. Znači, napravimo šejk. Az egy kicsit felolvadjon. Zato da bi se ta só otopila. És ezt be lehet osztani a salántánkra. I to možemo dodavati salatama. Ez egy nagyon jó saláta. To je jedan jako dobar priliv za salate. Da figyeljen kod arra. Ali obratimo pažnju. Hogy ezt az öntetet akkor tegyük rá a salátára, miatt már ennénk az étel előtte két percen. Znači, da ovaj priliv dodajemo salati prije nego što počnemo da jedemo. Znači, najviše dva minuta. Akkor nem esik össze a saláta. Onda neće salata onako da omekša jako. Mindenki kész van, már szinte hívom a családot, és akkor előtte. Kada je sve gotovo, ja onda zovem porodicu da ruča i onda dodam ovaj priliv. Tehát akkor még egyszer. Još jednom. Apróra, vagy fokhagyra préssel elnyomjuk. Znači, na jako sitno usitnimo taj beli luk ili kroz presu ili nožem. Egy fél citromnak a levét hozzátesszük, az most itt körülbelül egy ilyen. Znači, pola soka. Teáskanálnyi. Sok od pola limuna. Egy evőkanál olajat. Jednu supenu kašiku maslinovog ulja. És mennyi sót? I koliko soli? Znači, pola kašikice soli. I onda sve zatim dobro pomešamo. Malo ostavimo da odstoji i gotovo je. I kao što je moj muž spomenuo malo pre, znači, priliv se uvek stavlja na kraju. Zato što salata suviše omekša i neće biti tako lepa. Ebből a salátából sokkal többet fognak megenni az öntetet, mint öntet nélkül. Znači, od ove salate mnogo više možete pojesti količinski kada ima priliv, nego bez njega. Tehát, hogyha ha van időm, akkor mindig készítsek salátát. Kada imamo vremena, uvek spremimo salatu. Nem lenne időm, akkor legalább szeljek oda egy kis paradicsomot, paprikát, uvorkát az étel mellé. Ako nemamo vremena, uvek nasickamo bar paradajz ili papriku, šta možemo. De mindenképpen legyen nyers az ételben. Ali uvek da bude sveža, presna hrana. Minél több saláta, az a jó. Što više salate. Még beszeretnénk két ételt mutatni. Još bi voleli da prikažemo dve vrste hrane. Van egy étel, amit úgy hívnak, hogy lecsó. Na u Magyarskoj postoji jedno jelo koje se zove lecsó. Ki ismeri önök között a lecsó? Ne znam, ko poznaje tu vrstu jela? Nije sočivo. Biztos vagyok benne, hogy önök is készítik. Možda vam ime nije toliko poznato, ali sigurno da pripremate tu vrstu hrane.
To je takođe jedno letnja hrana, letnji recept. Mert van benne hagyma. Jer ima u njemu luka. Paradicsom. Paradajs. És paprika. I paprike. És esetleg mi szoktunk hozzá főzni. Kak? Becsárac? U redu. Ako látom, hogy csak ismert. És ehhez szoktunk még esetleg kifőzni burgonyát, vagy főzünk hozzá tésztát, és akkor ez egy önálló ételként lehet fogyasztani. Egy barna rizsát például. Tehát, hogy môžeme uz njega da kuvamo krompir, ili neke špagete, ili integrálni pirinač. De ennek kitaláltuk a hideg változatát, és a nyers változatát. I mi smo pronašli ovom jelu, znači sirovu, sirovi recept. Znači na se... És az a következőből áll. I on se sastoji od sledećeg. Tehát ugye megbeszéltük, hogy négy legfeljebb. Znači četiri sastojka najviše. Feltétlenül kell hozzá a hagyma. Znači obavezno ide crni luk. Hadd mondjam el önöknek, hogy szerdán meg fogunk tanulni úgy főzni, hogy nem olajjal főzünk. Znači u sredu ćemo naučiti kako da kuvamo bez ulja i na ulju. És az olajat az ételhez majd utólag. I ulje uvek dodajemo na kraju. Legvégén. Na samom kraju. Ennél is egy kritikus dolog az, hogy úgy készítik. Najčešće ovu hranu tako pripremaju. Hogy a hagymát beleteszik az edénybe. Da stave luk u jednu činiju. Ráöntene sok olajat. Sipaju puno ulja. És utána felteszik a tűzhelyre. I stave da se greje. És amíg a meg nem párolódik a hagyma, üvegesen nem párolódik a hagyma. Dok luk ne postane staklast, addig hagyják fönt. Tamo ostave tamo da se kuva. De mi a probléma? A šta je problem sa time? Az a probléma, hogyha hidegen sajtolt olajat használunk. Problem je u tome ako koristimo hladno ceđeno ulje. Nem szabad a hidegen sajtolt olajat hevíteni. Znači, ne smemo da previše zagrejemo ta hladno ceđena ulja. Már pedig, ha a hagymát üvegesen akarjuk, ako želimo ovako da popržimo taj luk, onda moramo jako da zagrejemo to ulje. Znači, jedan osnovno pravilo kod kuvanja, da nikad ne kuvamo na ulju i ne pržimo na ulju. Samo na kraju, i ako neko navikao na ukus ulja i da bude ulje u hrani, uvek na kraju možemo dodati. Koristimo ulje, ali u pravo vreme, znači na kraju. Znači u vruću hranu ga samo dodajemo, više ne kuvamo onda tu hranu. Jedina stvar koju možemo da zagrejemo, ne znam koliko je poznato to ovde, znači to je kokosova mast. A kokos zsír 200-230 fokig bírja úgy a hevítést. Znači, ta kokosova mast do 220-230 stepeni može da izdrži, da se zagreva. Hogy a szerkezete nem változik. Ali da se ne, do 220-230 stepeni se ne menja struktura. Tehát, ha valaki feltétlenül szeretne sütni, ako bi neko teo da, znači, prži hranu, akkor mindenképpen csak a kokos zsír. Znači, na kokosovu mast treba da se koristi. Tehát akkor a hideg lecsó. Znači hladan bečarac. Van hozzá hagyma. Imamo luk. Hagyma. A paradicsom. Imamo... Ugye most nagyon sok paradicsomot használunk, hiszen a szezonja van. Sada koristimo jako puno paradajza, pošto je sezona. Hozzáteszük a paradicsomot. Dodamo, znači, crni luk, paradajz. Hozzáteszük a paprikát, ugye. Dodajemo papriku seckanu. Ugye ez már három összetevő. Znači, to je već tri sastojka. És legfeljebb rakatunk hozzá egy pici iborkát, de ezt éppen csak egy keveset. Znači, dodajemo u malim količinama krastavce. Összekeverjük. Mešamo. És egy picit mennyivel sózunk ezt a mennyiséget körülbelül? Koliko soli stavljamo na ovu količinu? Fél teáskanál. Znači, pola male kašičice. Nem kérdite sokat, azért mondom mindig ezt a fél teáskanál. Ne pripremamo veliku količinu, zato treba umereno dodavati so. Posolimo. Pomešamo. Is ere is tesek egy kis olajat. Znači dodajemo hladno ceđeno ulje.
Gotov je Adam Bećarac. Znači, moramo ga ostaviti malo da stoji. Znači da se ukusi pomešaju. Znači tu nije prisutan taj problem da će salata da omekša. Znači možemo ga unapred pripremiti, staviti u frižider i ukusi će se lepo pomešati. Znači ispečemo krompir u ljusci uz ovo jelo. Špiraš paprika, to je mogo da te tejere. Znači crvena paprika, malo suncokreta. I hladan bećarac. Znači jedna kriška hleba od integralnog brašna. I jedna hrana koja je puna hranjivih materija. Pravili smo i hamburger. Znači puno povrća. I uvek da bude u svako jelo velika porcija salate. Znači na kraj imamo jednu supu. I to je zanimljivo za ovu supu da je to sirova supa. To je krem supa od graška. Ne znam da li se ovdje u Srbiji to pravi. Neka podigne ruku ko je... A da kaže... Nem nyersen, csak hát főzve, ismerős. Igen, ez nekünk egy kicsit kihívás volt, mert nem tudtuk, hogy a szerb nemzet az milyen ételeken él. És Andreától kérdeztük, és Andrea azt mondta nekünk. Znači, nama je bio izazov da pripremimo takvu hranu koja se možda i ovde priprema. Azt mondta nekünk, hogy ugyanúgy, mint a magyar. Znači, ima sličnosti sa mađarskom kuhinjom. Znači, blizu su te dve. Onda sam se malo umirila. Da neću pripremati neku hranu koja je ovdje nepoznata. Znači, ovo je smrznuti grašak. Znači, neću kuvati ovaj grašak. Znači, sa graškom bi bio problem. Što se tiče varenja, ako ne kuvamo, zato što je puno skroba u njemu. Ali, ako ga stavimo u blender, znači ovaj blender znači usitnjava te lance skroba i zato nije problem da ga jedemo sirovog. Ako ga sirovog pripremamo, znači taj ukus će ostati vrlo intenzivan. Kada sam pripremila svojim gostima ovo jelo, oni su me pitali, pa šta si stavila u ovu supu? Da se tako dobro osjetio ukus ovog graška. To je zato. Zato što nije kuvano. Znači ne ide taj ukus u tu supu, nego ostaje. Znači ostaje taj ukus u grašku. Znači u krem supi ćemo moći osjetiti taj intenzivan ukus graška. Znači recept je sljedeći. Ennek a turmixgépnek körülbelül a negyed részéig. Znači ovaj blender napunimo do četvrtine. Jaj, bocsánat, még annyit el kell mondanom. Još toliko da kažem. Hogy amikor a fagyasztó szekrényből kikerül, ha nem frissen készítjük. Ako ne pripremamo sveži grašak, ako uzimamo iz zamrzivača. Akkor érdemes meleg vizet ráölteni. Onda treba da sipamo toplu vodu na ovaj smrznuti grašak. Da ne bude suviše hladan. Znači samo je toliko od pripreme. Napunimo do četvrtine ovaj blender. Sipamo dosta vode. Znači da bude 3/4. Znači uvek ćemo morati napraviti još ove supe.
Znači, uz ovaj grašak dobro ide, znači, beli luk. De ehhez a mennyiséghez elég bele egy kereszt. Znači, jedan čen beloga luka je dovoljno na ovu količinu. Nagyon jól harmonizál hozzá a petrezselyem zöld. Znači, péršun jako dobar ukus daje. Ezért megszórjuk petrezselyemmel. Dodamo akár, dosta... Akár még egy fél evőkanálnyi mennyiséget. Znači, možemo dodati čak do pola supene kašike peršuna. Hogyha rendelkezésre áll nyers petrezselyem zöld, természetesen azzal, most itt sajnos nem kaptunk és ezzel helyettesítettük. Zato preporučujem, ako imate sveži peršun, dodate sveži. A krémes állagát a leves a burgonyától fogja megkapni. Tu krémastu strukturu ova supa dobija od krompira, kuvano krompira. Ezért körülbelül egy kisebb, vagy egy közepes burgonyát beleteszünk főbe. Znači, jedan stavljamo krompir srednje veličine koji je unapred skuvan. És hogy olyan jó krémes állagot kapjunk. Dobijemo krémastu strukturu. Hozzárakunk körülbelül egy 3 evőkanálnyi kukoricafejt. Znači, dodajemo 3 kašike kukuruznog mléka u prahu. Természetesen használhatunk másfajta női tejport is. Možemo riš, vagy hajdina tejpor. Znači, možemo koristiti drugo vrstu mléka u prahu, na primjer od pirinča ili od helde. De lehet soja tejport is használni. Možemo koristiti, na primjer, i sojino mléko u prahu. És ezt is csak sóval ízesítjük, de mivel egy kicsit nagyobb a mennyiség, ezért egy picit több sót teszek hozzá, tehát olyan 3/4 teás kanálnyi körülbelül. Znači, pošto je veća količina, dodajemo skoro celu kašiku, malu kašiku soli. És most már csak az a dolgunk, hogy összetudjuk szólni. I samo ostaje da izmiešamo. Dotle mešamo. A mi ga jo kremaš alovo. Dok ne dobijemo jednu finu krem supu. Utunik od kesvan. Tako se čini da je gotovo. Zato ću pogledati. Da je taj ješa utunik od jure. Znači, uspelo je jako dobro. I šestiš moj mehle. I to ćemo posle moći probati. Az utolsó, amit beszeretnék mutatni. Zadnja stvar koju bih voljeli da naučimo. Nagyon fontosak a levek, említettem, hogy egy rákos beteg esetében. Malo spomenuo sam na predavanju koliko je važno za bolesnike od raka da koriste sokove. A cikla, šargarepa, az gyógyító lép. Znači, sok od cvekle i šargarepe je onaj sok koji leči. Tehát fontos az, hogy ilyen leveket fogyasszunk. Jako je važno da koristimo ovakve sokove. De ha nem is vagyunk betegek. Ako i nismo bolesni. Akkor is nagyon jó, hogyha fogyasztunk leveket. Onda je isto također dobro da koristimo sokove. Általában azt mondjuk, hogy reggelőre iszunk gyümölcsleveket. Znači, prije doručka pijemo, znači, sokove od voća. Reggelőre fél órával iszunk egy almalevet, egy körtelevet, egy narancslevet. Znači, prije pola sata prije doručka pijemo sok od kruške, od jabuke ili od... És ebédre fél órával pedig egy céklelevet, egy sárgarépalevet, egy paricsomlevet. Znači, a pola sata prije ručka pijemo jednu čašu soka od paradajza, od šargarepe. Vagy šargarepa cvekla, vagy együtt fogyasztuk. Znači, ili kombinacija šargarepa cvekla. Most fogunk készíteni. Sad ćemo pripremiti. Egy kis ciklát šargarepával. Cveklu sa šargarepom. Nagyon gyorsan felszívódik. Ona se ovaj sok se brzo apsorbuje. Elad bennünket vitaminokkal. Ona snabdeva vitaminima. És egy kicsit étvejet is csinál. I da, daj nam dobar apetit. Sad ćemo pripremiti. Hát elő lehet készíteni a sárga répát és a céklát úgy, hogy megmosjuk őket és feldaraboljuk. Znači, cvekla i sárga répa se unapred pripremi, znači i seče se. És sorrendben, tehát egy sárga répát, egy céklát belehelyezünk a gépe. I dodajemo u ovaj aparat jednu šargarepu, jednu cveklu. Mm-hmm.
Znači malo je ovaj aparat slabiji. Znači cvekla ima puno vlakana. Ali vidimo da se na lak način može dobiti sok. Znači deca rado piju ovaj napitak. Očagrepe će biti malo sladak. A cvekla daje one glavne hranjive materije koje su potrebne. Znači važno je da pijemo ove sokove. Említettem a búzafűlevet is, hogy milyen fontos. Znači, spomenuli smo i taj sok od listova pšenice. Hogy zöld leveket készítsünk. Da pripremimo taj zeleni sok. Egy idézettel fejeznénk be. Sada bi završili sa jednim citatom. Egy csipet megelőzés többet ér. Znači, jedna mrvica preventive više vredi. Mint száz más gyógyítás. Više vredi nego 100 vrsta lečenja. Tehát fontos, hogy megelőzzük a problémákat. Jako je važno da sprečimo da nastanu problemi. Minél több apró lépést teszünk az életünkben, što više sitnih koraka napravimo u našem životu, annál jobb esélye kerüljük el a betegséget. Znači, to će biti veća mogućnost da izbegnemo bolest. Azért tartunk ilyen fizetlen folyamokat. Zato držimo mi ovakve seminare kuvanja. Embereket megtanítsuk arra, hogy hogyan kell kicsit másképp élni, gondolkodni, és tudatosan főzni az ételeinket. Da naučimo ljude da drugačije razmišljaju, da nauče kako da pripremaju hranu na drugačiji način. Hány ételt készítettünk ma? Koliko vrsta jela smo spremili danas? Nehéz volt. Da li je bilo teško? Otthon is ilyen gyorsan tudunk ételt készíteni. I kod kuće možemo na brzi način da spremimo više vrsta jela. Ez nagyon fontos. To je jako važno. Egy idézet Rembrandtova. Jedan citat od Rembrandta. Azt, amit már tudsz, próbáld meg jól felhasználni a gyakorlatban. Ono što već znaš, pokušavaj dobro da primenjuješ u praksi. És ha így teszel, i ako ovo tako činiš, idővel felfeded majd a rejtett dolgokat. Onda ćeš spoznati i one stvari koje su sakrivene. Amelyekre kíváncsi vagy. Za možda želiš da znaš te skrivene stvari. Hasznosítsd, amit tudsz. Učini korisnim ono što znaš. És ez segít majd tisztázni, amit még nem ismersz. I to će ti pomoći da ti se razbristri ono što još možda ne znaš. Tehát nagyon fontos, hogyha ma tanultunk pár új receptet. Danas smo naučili nekoliko novih recepata. Ne várjunk arra, hogy majd mi tanuljunk még 50 receptet. Nemojmo sačekati da sad mi naučimo još 50 novih recepata. Tanuljunk meg az elveket. Naučimo principe. Amit megtanultunk, kezdjük el alkalmazni. Ono što smo naučili odmah i treba da primenimo. És kezdjünk el kísérletezni. I probajmo eksperimentisati. És egy új élet indul el. Jedan novi život će krenuti. Köszönjük mindenkinek a figyelmet. Hvala svima na pažnji. Jó étvágyat a vacsorához és az ételekhez. Želim vam prijatnu večeru.